Sziasztok! Ebben a videóban a folyamatban lévő projektünkről szeretnék mesélni, és ezen projekt keretén belül bemutatni azt, hogy milyen IT eszközöket fogunk majd használni, mit fogunk majd kivinni az ügyfélhez, illetve azoknak a beállításairól is majd szeretnék mesélni. Valószínűleg ez nyilvánvalóan több videóba fog majd összpontosulni. Most ebben a videóban szeretnék az elvárásokról beszélni, aztán, hogyha időnk engedi, akkor majd belecsapunk egy kis Mikrotik router konfigurálásba is. A lényeg az az, hogy megbíztak bennünket abban, hogy 15-25 felhasználói irodai környezetet tegyünk rendbe. Változások vannak a cégben, ezáltal nyílt lehetőségünk, illetve lehetőségük a tulajdonosoknak arra, hogy egy kicsit, illetve nem kicsit, hanem teljes mértékben korszerűsítsük az IT-t a jelenkor elvárásainak megfelelően. Ez alatt értem azt, hogy gyakorlatilag a teljes infrastruktúrát, IT-infrastruktúrát, kiszolgáló oldalt tekintve ki fogjuk cserélni. Nyilvánvalóan, amit lehet, azt meg fogunk tartani, de elsődlegesen a switchre, szünetmentesre kell gondolni, de ettől függetlenül azért elég rendesen fogunk új eszközöket beépíteni. Úgyhogy nagyjából az elvárás az, hogy a userek nagy fájlokkal dolgoznak, több gigabájtos fájlokkal, aztán ezeket nyilván a hálózaton kell tárolni. Most jelenleg van egy QNAP NAS, ezt szeretném kiváltani, mert már elég öregecske, illetve egy kicsit háttérbe szorítani és befogni új diszkekkel majd backup feladatra, de alapesetben a lényeg az az, hogy fogunk szállítani. Synologic NAS-t kértek, rekbeszerelhetőt, 2,4 GHz-es, 4 kóros processzorral szerelt masinát választottak, 8 tálcásat, tehát összesen 8 diszk fér bele. Aztán próbáltuk a jelenkor elvárásnak, illetve EPS-szel felfoghatóan, illetve normál keretek között a maximumot kihozni a hálózati sebességből. Ezt próbáltuk úgy elérni, hogy a Synologic NAS-ba majd fogunk szerelni hálózati kártyát pluszban. Ugye jelenleg az alap szerelésben Ethernet gigabites port van, viszont ugye ez nem elegendő, úgyhogy arra gondoltunk, hogy bele fogunk tenni egy kétportos SFP plusszal rendelkező bővítőkártyát, és ezen kártyán keresztül majd két darab 24 portos Dell switch-sel fogjuk összekötni a NAS-t optikán keresztül, majd pedig a routernek Mikrotik Cloud routert választottunk, ez még szállítás alatt van, úgyhogy ezt nem fogom tudni nektek most itt bemutatni. A két darab switch a routerrel is optikán keresztül, SFP plusz porton keresztül lesz majd összekötve. A userek, a végfelhasználók pedig ugye desktopjukkal, laptopjukkal, de elsődlegesen desktopon keresztül Ethernet kábellel, gigabites sebességgel, illetve gigabites porton fognak tudni majd csatlakozni a switchekhez. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen fordított töltsér alakban kell majd elképzelni az elérhető hálózati gócpont csatlakozásokat. Értem ez alatt a desktopok, a kliensek gigabittel fognak tudni kommunikálni a switchekkel, Dell switchekkel, viszont a Dell switchekből már SFP plusz, tehát optikán keresztül az elvi 10 gigabit per szekes sebességet fogunk tudni biztosítani. Nyilván ezek, amiket most elmondok, ez elvi síkon, ez elérhető, aztán majd megnézzük, hogy ténylegesen a napi életben ez majd mit fog produkálni. A lényeg az, hogy a user élményt azt próbáljuk fokozni. Aztán átható mellettem 5 darab Unify AP, ezek APAC LR típusú access pointok. Ezeket fogjuk majd felszerelni, jelenleg 3 darab AP van ott az irodában, és itt az irodának a
az irodai környezetben három darab AP van jelenleg. Ez a lefedettséget tekintve ez elég karcsú, úgyhogy mind a hármat le fogjuk cserélni, illetve a hármat fel fogjuk bővíteni 5 darabra. Ezek 2,4-es GHz-en, illetve 5 GHz-en tudnak meg kommunikálni. Úgyhogy nagyjából összefoglalva az infrastruktúráról ennyit szerettem volna beszélni, majd nyilván tehát majd fog érkezni a NAS is, arról is majd szeretnék nektek videót készíteni, bízom benne, hogy az időmbe bele fog férni, és lesz alkalmam erről videót készíteni. A NAS-ról még annyit tudok elmondani, hogy említettem a 8 tálcás, tehát összesen 8 diszket lehet beletenni. Az alap elgondolásunk az, hogy a NAS-nak az alaprendszerét az két darab 256 GB-os SSD-re fogjuk majd telepíteni. Mi erre általában, nem általában, de mindig a Samsung Pro-t szoktunk használni, valószínűleg ez is ilyen 860-as lesz, ezt tükörbe fogjuk tenni, úgyhogy erre megy a rendszer. Aztán azt találtuk ki, hogy fogunk betenni két darab 2 terás SSD-t, ugyancsak Samsung 860 Pro-t, ezt is tükörben, tehát összesen nettó ez jelenleg ugye 2 terra adatkapacitásunk lesz. Azt gondoltuk, hogy ezt fogják tudni majd használni a napi szintű munkára, azokra a projektekre, amit sűrűn használnak, majd hogyha az adott projekt náluk már kifutott, lezárult, és nem kell a sűrűn azokhoz az adatokhoz hozzányúlni, akkor majd át lehet tenni a diszkre. Alapesetben az elvárás az volt, hogy összesen 20 terabájt adat kapacitással rendelkezzenek. Ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy tehát 3 darab 20 terás VD RED diszk lesz beletéve. Ez RAID 5-ben lesz, tehát akkor így fogjuk tudni biztosítani a 20 terát. És adott esetben, hogyha egy projektjük már lezárult, akkor át lehet mozgatni a 2 terás SSD tárhelyről a 20 terás diszkekre, úgymond ott lehet hosszabb távon archiválni. Így próbáljuk megoldani azt, hogy a lehető leggyorsabb hálózati elérést, illetve a legolcsóbb hálózati elérést próbáljuk megteremteni. Bízunk benne, hogy ez majd be fog válni, de más helyen is hasonló logikát alkalmazva meg vannak elégedve, és akkor így tudják használni. És akkor most térjünk rá arra, hogy mi az, amit relatíve itthoni környezetben ebből meg tudunk valósítani, illetve hogy tudjuk felépíteni ezt az itthoni környezetet. Fogjuk akkor most ezt a Mikrotik routert, amíg nem jön meg a végleges router, ezt visszaállítjuk gyári alapértékre, alapállapotra, aztán elkezdjük bekonfigurálni, de azelőtt majd a router OS-be is szeretném befrissíteni, mert elég rég nem nyúltam ehhez hozzá, úgyhogy szerintem biztos, hogy jött ki frissebb verzió, mint ami ezen van. Úgyhogy az alap router beállításokat megtesszük. Értem ez alatt ugye a frissítést, aztán DHCP, DNS, egy kis tűzfal beállítás, egy kis natolás, és akkor gyakorlatilag igazából ezek után teljes mértékben leválasztjuk a jelenlegi hálózatból, vagy hát tudjuk szegmentálni ezt az új kis környezetet. Azután, hogyha a router alapbeállításai megvannak, akkor fog majd következni a Unify AP-knak a beállítása. Itt az a terv, hogy készre konfigurálom őket. Ez alatt értem az, hogy biztosan egy Unify Controllert kell telepíteni, ahova majd az 5 darab AP-t be fogom tudni, vagy be tudjuk majd adoptálni, és tudjuk központilag őket menedzselni. Illetve szeretném megmutatni azt is, egy kis érdekességképpen, hogy milyen úton, módon van lehetőségünk arra, hogy egy ilyen AP-t, igazából az AP-nak a firmware-jét befrissítsük. Jelenleg, ahogy gyorsan átgondoltam, 3 lehetőséget találtam erre, úgyhogy ezt a 3 lehetőséget fogom majd bemutatni.
alapesetben fogjuk még adoptálás előtt SSH-n keresztül befrissíteni, valamint mobil alkalmazáson keresztül is, illetve elmutatom a standard megoldást, az pedig az, amikor kontrolleren keresztül frissítjük be. Őszintén megmondva, alapesetben én ezt tartom a legegyszerűbbnek, de aztán a későbbiek során igazából találkozhattok olyan AP-kkal, amik már annyira régóta nem voltak frissülve, hogy már magán a kontrolleren belül se frissülnek be, illetve jártunk már is úgy, hogy az AP-kat átemeltük egy új kontrollerre, igazából befrissítettük a kontrollert a lehető legfrissebbre, majd utána azt mondták az AP-k, hogy hát köszi, én nem frissülök. Na és akkor utána jött a vakarózás, hogy hogyan tudjuk befrissíteni őket. És akkor jött az SSH megoldás, hát ötlet. Aztán SSH-n keresztül sem volt annyira egyszerű, ugyanis a Unify változtatott a certificate megoldásain, úgyhogy a standard eljárás keretén belül nem tudtuk a megfelelő SSH-n, tehát az upgrade parancsal befrissíteni őket, úgyhogy ott is volt egy kis trükk. Lényeg az, hogy nem HTTPS-sel kellett az elérhető frissítő állománynak a linkjét, a hivatkozását bemásolni, hanem simán HTTP-t alkalmazva, tehát az est vissza kellett törölni, és akkor utána már nyilvánvalóan, vagy hát úgy nyilvánvalóan, hogy elindult. Hát ez nagyjából egy 2 órás fejtörést okozott, míg kitúrtuk, illetve kértünk segítséget, és akkor sikerült. Ezt érdemes megjegyezni, mert bárki belefuthat. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy szerintem most menjünk, és akkor kezdjük meg tényleges IT feladatokat. Összeállítottam a router, tehát kapott egy áramforrást, van portja, az LTH1 lesz, ezt egy kék kábellel próbáltam jelölni, illetve LTH4-esbe dugtam azt a kábelt, ami majd a LAN oldalt fogja szimbolizálni, ez megy a laptopomba. Most pedig ki fogom resetelni, azt oly módon lehet megtenni, hogy az áramforrást elveszik tőle, a reset gombot benyomjuk és nyomva tartjuk, majd pedig visszaadjuk neki az áramot. Ezután várom nagyjából egy ilyen 5-6 másodpercet, ezután majd a reset gombot elengedjük, és várjuk azt, hogy elvégezze a resetet. Majd pedig nézem a laptopon, hogy inboxon keresztül, hogy mikor fog megjelenni. Jelezte, hogy újra fog indulni megint. Addig elindítom a Winboxot, és akkor várom azt, hogy majd a Neighbors-nél megjelenjen a listában. Jó, neki egy refresh-t. Meg is jelent. Onnan tudjuk, hogy vissza a gyári beállításokra, hogy itt a 8, tehát a harmadik oktetnél a 88-as van, ez a Mikrotik routernek az alap IP címzése. Kétféleképpen tudunk majd csatlakozni, az egyik a MAC address lehetőség, a másik pedig az IP cím. Itt látszódik, hogy itt fölül ő ezt változtatja is. Az IPv4-es, tehát az IP cím, ugye az már layer 3-as szinten megy, az sokkal stabilabb kapcsolatot biztosít a Winbox és a router között. A MAC address az csak layer 2-es, és az bizonytalanabb, többször kidobál, megszakad a session, nem annyira jó, és hogy amennyiben tudunk, akkor mindig az IPv4-et használjuk. Alapesetben a login name az admin, ez a felhasználó név, password pedig az üres. Úgyhogy kapcsolódunk is. Ilyenkor ő visszaállt alapgyári beállításokra, tehát a default konfigot magára szedte. Én ezt szeretném, hogy ne így legyen, tehát majd mi tényleg nulláról bekonfiguráljuk. Úgyhogy kapásból megyek a system, és
Reset Configuration menüt választom, itt pedig bepippantom, hogy No Default Configuration, majd pedig resetelem. Azért megkérdezi, hogy biztosan ezt szeretné, de mert ugye újra fog indulni és minden konfigurációt resetelni fog, azt mondjuk neki, hogy igen, yes. Ezután a készülék megint újra fog indulni, és újra fogunk tudni majd csatlakozni Winboxon keresztül, viszont akkor már az IP-nél 4 darab nullát fogunk látni, és azt fogja jelezni, hogy ténylegesen semmi nincs bekonfigurálva, és tényleg nullás konfiggal fogunk majd rendelkezni. Ezt mondom, nyomok neki egy mégsét, és akkor várjuk, hogy megjelenjem. A ledek már elég szépen villognak, szerintem hamarosan meg fog jelenni. Meg is jelent, hogy itt, amit mondtam, IP címe az már a sok nullás, 4 darab nulla, úgyhogy most csatlakozzunk MAC adresszen keresztül. Jó, benne is vagyunk. Nézzük meg, hogy mit látunk itt. Ugye itt látjuk azt, hogy adminnal vagyunk bent, MAC adresszen keresztül, mi a MikroTik routerünknek jelenleg a neve, Winbox alkalmazásunk 64 bites, és hogy maga a MikroTik routeren, ez az RB2011IL, MIPS-be típusú, és azon belül a router OS az a verziója az 6 pont. Na, erre mondtam azt ugye, hogy a MAC adresses ez elég labilis. Úgyhogy visszamegyünk. Tehát a lényeg az az, hogy most a router OS-ünk az 6.44.3-as. Itt Quickset-ra, hogyha rányomunk, akkor itt a gyors beállításokkal lehetne beállítani az eszközt. Én ezt nem szoktam használni. Nagyjából a fejemben van minden, hogy mik azok az alapbeállítások, amiket be szeretnék állítani ahhoz, hogy működjön a hálózatom, úgyhogy azt meg kézzel fogom megtenni. Interfésznél itt látszódnak az interfészek, running állapot azt jelenti, hogy jelenleg arra az interfészre van dugva valamilyen aktív eszköz, úgyhogy ezt error jelöli. Ugye az egyes ez a van portunk, ez dupla kattal, hogyha megnyitjuk, akkor itt a megnevezését lehet szerkeszteni. Ezt gyorsan be is állítottam. Akkor, hogyha lenne benne wireless kártya, akkor ezt itt listázná, de ugye ez nem az a típus. Bridge-nél a bridge-eket látjuk, illetve bridge-eknél, hogy mely portok vannak, mely bridge-ekhez rendelve, illetve VLAN-okat is láthatjuk itt majd, hogyha abban az esetben, hogyha állítunk be, még később egy bridge-et létre fogunk hozni a LAN oldalra. Akkor itt, ami még fontos, nem fogok mindenről beszélni, csak tényleg arról, amit most használni fogunk. IP menü alatt vannak azok a leggyakrabban használt dolgok, amik tényleg hasznosak. Ezek közül majd fogunk egy-kettőt használni. Routing, systemnél vannak a rendszerbeállítások. Identity-nél lehet a MikroTik megnevezést átírni. Adjunk neki valami Project Router nevet mondjuk, igazából mindegy, csak szeretném mondani, hogy ilyenkor mit látunk, vagy mutatni. Project Router ugye itt már látszódik a megnevezése, illetve a Winboxnál is, amikor kilistáztatjuk csatlakozás előtt az eszközt, akkor ott is látszódni fog. Aztán órát lehet beállítani, diszket, history-t, mi az, ami most nekünk kell, csomagok, packages. Itt látszódik, hogy jelenleg milyen verzió van rajta, és majd, hogyha lesz online kapcsolatunk, tehát a routerünk kilát az internetre, akkor majd le tudjuk vele kérdeztetni. Ugye jelenleg, mivel semmilyen beállításunk nincs, ezért elvileg nem kell, hogy tudjunk kilátni az internetre. Igen, ugye írja is, hogy nem tud. Nem talál utat hozzá. Jó, ezt bezárjuk. De mi az itt az, ami itt még van? Újra tudjuk indítani password, igen, ez nagyon fontos, tehát adjunk az adminunknak jelszót. Most adok is neki. Sose hagyjuk ezt üresen. Mindig legyen az adminunknak valami jelszava. Aztán system, igen. Reboot, reset, nem.
Jó, hát egyelőre igazából itt még a usernél tudunk létrehozni új usereket, illetve jogosultságokat állítani neki, hogy csak olvashat, olvashat, írhat, ezeket igazából. Na, akkor kezdjük el az alapbeállításokat. Ahhoz, hogy legyen internet magán a routeren belül, ahhoz az kell, hogy a WAN portra, tehát a WAN portnak kell adni egy IP címet. Ezt tudjuk, kétféleképpen lehet megtenni, vagy statikusan beállítunk neki egyet, vagy abban az esetben, hogyha tegyük fel a WAN porton a szolgáltató DHCP-n keresztül osztja az IP-t, akkor egy DHCP klienst kell beállítani. Most én ezt fogom megtenni, mert nálam a másik router a WAN portra majd fog osztani neki egy IP-t, úgyhogy IP menü, DHCP kliens, és azt mondom plusz gombbal, hogy a WAN Ether 1 portra legyen egy DHCP kliens szolgáltatás bekapcsolva. Ugye itt látszódik is, hogy meg is kapta az IP címet azonnal, 190-es végződésűt, és 6 nap, hát 7 nap igazából a least time. Jó, ezzel megvagyunk. Innentől kezdve elvileg a routerünk az már kilát az internetre. Na ugye azért kéri most a jelszót, mert előbb állítottam be neki, és azóta még nem konfiguráltunk be semmit. Úgyhogy ilyenkor az lesz, hogy megszakítom a session-t, és újra bejelentkezünk. Beírom a jelszót, benn is vagyok, ugye IP címünk már van, és elvileg, na, azaz bezártam, és elvileg terminálon keresztül már ki kell, hogy lássunk az internetre. Így is van, tehát a Google-t, hogyha megpingettem, akkor már jön is rá válasz. Innentől kezdve magát a router OS-t már van lehetőségünk befrissíteni. Packages, igen. Ugye most 44.3, check update. Itt lehet kiválasztani, hogy milyen, tehát hogy a hosszú támogatás, stabil, teszt vagy fejlesztői csomagok közül szeretnénk frissíteni, hát nyilván mindig a stabil verzió a legjobb, úgyhogy azt mondjuk neki, hogy töltsd le és installáld. Ilyenkor letölti, majd automatikusan elkezdi installálni, és kell majd neki egy reboot, és akkor fejezi be a tényleges telepítést. Jó, ő már ezt automatikusan csinálja is. Hát ugye most csak romtép léptekkel haladok, tehát nem semmilyen tudományos dolgot nem mondok róla, csak az alkalmazott funkciókat mutatom be. Jó, ugye látszódik, hogy mi a jelenlegi verzió, illetve mi a legutolsó verzió, ami elérhető. Ez befrissült, úgyhogy örülünk neki, illetve itt is látszódik. Itt a packages-nél lehet kikapcsolni, illetve bekapcsolni a csomagokat, tehát hogyha mondjuk a wireless, igazából nincs is benne a wireless kártya, akkor miért legyen aktív? Hát ugye ez majd a következő újrainduláskor akkor disable-re kerül. Jó, akkor most gondolkodom, hogy mi a következő lépés. A következő lépés az, hogy alakítsuk ki a LAN oldalunkat, és a LAN oldalon legyen DHCP szolgáltatás. A legegyszerűbben ezt úgy tudjuk megtenni, hogy létrehozunk egy bridge-t a LAN oldalnak, és azt mondjuk, hogy LAN bridge 1, mondjuk legyen ez a neve, és a bridge 1 LAN-nál, vagyis igen, a bridge 1 LAN-ba hozzátesszük ugye azt az interfészt, amin rajta van a kliensem, az a 4-es. Oké, okay, kopizom, és mondjuk még hozzáteszem, ugye ilyenkor eldobja, tehát újra kell kapcsolódni, és azt mondjuk neki, hogy kopizd ezt a beállításokat, és na, eljön csak.
tehát kopízd, és állítsuk be az ötöst is. Tehát mondjuk ezen a két porton lesz összefogva, vagy ez a két port lesz összefogva a LAN oldalt, és akkor ez lesz a bridge-ünk. Na, ezt bezárjuk. Viszont még a bridge-ünknek kell adni egy IP-t, IP címet, az pedig ez lesz majd a DHCP-nél az átjáró is, 192.168, mondjuk 20.254. Ugye itt, hogyha azt mondjuk per 24, jó, és azt mondom, hogy ez a LAN bridge. Oké. Oké. Adtunk neki egy IP-t. Ezek után, hogyha megyünk az IP-DHCP szerverre, akkor onnantól kezdve pedig DHCP setup-pal fel tudjuk konfigurálni, ugye melyik interfészre szeretnénk a szolgáltatást, ugye a LAN bridge-re, next-el megyünk tovább, DHCP address space, igen, gateway az a 254, majd pedig address, ez a scope-unk az 1-253-ig, next-el megyünk tovább, DNS server 254, hát illetve még adjuk hozzá 888-at. Jó, least time az mondjuk legyen 2 nap. Nézzük meg, hogy így tovább megy. Igen, setup has complete. Jó. Abban az esetben, ha bármit elrontunk, akkor itt pirossal jelzi, hogy valami vagy hiányzik neki, vagy nem az igazi. És de ez most nem pirosos, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy jó. Nézzük meg, hogy a gépem kap-e IP-t. Úgyhogy letiltom a hálókártyámat. Ugyankor nyilván megszakad majd itt a session is. A router, illetve a laptop között mikrotiken keresztül. Engedélyezem. És akkor kiderül, hogy kapunk-e IP-t. Na, túl gyorsan nyitottam meg. Igen, tehát meg is kaptuk, ugye, ezt kapta. A Mikrotiknek a DHCP kiszolgálója, tehát szervere úgy működik, hogy hátulról kezdi osztani a szabad IP-ket, ezért kaptunk 253-at. Mikor fog lejárni? Béleti jog kezdete, mikor fog lejárni? Ugye 2 napot állítottam be, illetve látszódik a DNS beállítások is. Na, hát nézzük meg azt, hogy ezek után a gépem az mit produkál. Tehát azt mondom, hogy pingesse meg a 888-at. Hát ez nem megy. Jó, akkor pingesd meg a 192.168.10.190, ugye ez a vannak a címe. Na, ez már kilát. Illetve pingesd meg a 20.254-et. Szuper. Illetve mutatom, de ez se fog menni, mondjuk pingesse meg az index.hu-t. Ez sem megy. Na, hát azért nem megy, több okból. Tehát ez a kifele, mondjuk a Google azért nem pinget, mert nincs beállítva a NAT-unk. Tehát a címfordítás. Az index.hu azért nem jött be, illetve nem oldotta fel, mert egyrészt nincs NAT-unk, nincs DNS-ünk. Úgyhogy ezt tegyük rendbe. Visszajövök a Winboxba. Jó, ezt bezárom, ez nem kell. Ezt is bezárom, ez se kell, és akkor jövünk az IP Firewall menübe, és beállítjuk a NAT szabályt. Azt mondjuk, hogy SRC NAT legyen, és ez pedig Masquerade. Jó.
Na nézzük meg, hogy így mondjuk a Google az ping-e. És egyből ping. Jó. Nézzük meg, hogy meg tudom-e pingetni a k2it.hu-t. Meg tudjuk. Elindult a DNS is. Jó. IP DNS. Aha, hát ugye ő itt kapásból beemelte ugye ezt, amit megadtunk a DHCP-nél. Úgyhogy ő gyakorlatilag ügyes. Oké, és hát akkor nagyjából megvagyunk. Még esetleg tűzfallal lehet játszani. Tűzfalról annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag itt a filter rules-oknál lehet hozzáadni. Most azt, ugye három chainünk van, van a forward, az input meg az output. Hát röviden összefoglalva, forward azt jelenti azokat a csomagokat, ami átmegy a routeren, tehát mondjuk a kliensem indít egy böngésző kérést, és akkor az csak így keresztül megy a routeren, oda-vissza. Az input az a bejövő csomagot kell érteni, de itt ez alatt azt kell érteni, hogy maga a router, tehát mondjuk a routernek a WAN portja a címzett, illetve az output, az pedig azt jelenti, hogy a routerről kimenő csomagok gyakorlatilag, ami onnan indul. Úgyhogy mondjuk azt mondjuk, a legegyszerűbb, hogy az bejövő csomagoknál, ja, amúgy a tűzfal szabályok azok termináló, tehát a Mikrotik router tűzfala az termináló szabályozást végez, tehát amint egy csomagra az első olyan tűzfal szabály érvényes, akkor onnan már nem vizsgálja tovább, azonnal kilép a láncból, és végrehajtja az utasítást, és nem vizsgálja tovább a csomagot, ezt tudni kell. Ez még azért így hasznos lehet. Tehát azt mondom, hogy minden olyan bejövő csomagot, ahol és az input láncban, ahol a csomag bejövő interfészet, tehát ahonnan érkezik a WAN Ether 1, az legyen eldobva. Igazából ilyen if-then alapú a szabály, a definíció megadás, tehát ha és akkor, nagyjából ezt így kell érteni, és akkor az azt mondom, hogy droppolja el. Ezt leöplájozom. Oké. Okay. Hopp, és már volt is rá egy csomag, ami érvényesült. Na, ezt viszont valahogy kitalálom gyorsan, hogy tudom nektek szemléltetni, hogy ez ténylegesen így működik. Mindjárt megnézem, hogy én melyik oldalt vagyok. Mondjuk átmegyek Wi-Fi-re, és akkor én a router van oldalán kívülre kerülök ténylegesen. És ki is húzom a... na várjál csak, jár az agyam. Azt mondom, hogy pingesse meg a 192.168.20.254-et folyamatosan. Ugye most még az Ethernet kártyámon megy elsődlegesen a forgalom, ezért engedi pingelni. Na most nézzétek, csak most azt csinálom, hogy kihúzom a kábelt. Ilyenkor ugye most Wi-Fi-n keresztül vagyok, egyből leszakadtam, azért, mert kívülről már nem érem el, és már a csomagok se érkeznek meg, hiszen minden egyes csomagot, várjál csak, egészen pontosan így csinálom, hogy na, nekem itt ezt kéne pingetnem. Ugye ez a routernek a van oldala, nem engedi. Nem lehet. Most visszadugom, sőt, még egy olyat is csinálok.
Ezt mondom, hogy mégse. És megnézzük, hogy mutatja-e. Mutatja, igen. Na, a 190-esről, vagyis erre a OnePortra megpróbálok csatlakozni, hát elvileg nem kéne engednie, hiszen el kell dobnia minden csomagot, ami kintről jön. Ugye most én kint vagyok, tehát a van oldalon kívül, és nem is fogja engedni, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha én MAC adresszen layer 2-n próbálok csatlakozni. Hát igen, az IP az layer 3, a MAC adress layer 2, úgyhogy azon gond nélkül beengedett. Na, akkor mutatom a többit, most visszadugom az Ethernet kábelemet. A Wi-Fi-t azt lelövöm, hogy legyek csak kábelen. Jó, visszajövünk. IP firewall, és akkor itt láthatjuk is, hogy mennyi csomagot dobott el. Igen. Aztán ugye ezt még itt lehetne tovább cizellálni, de gyakorlatilag van oldalról, senki se próbálja meg közvetlenül elérni az én routeremet. Aztán mondjuk mutatok olyat, mondjuk a forwardra, mondjuk azt mondom, hogy hozzunk létre a forwardnál is, ahol a... hát mi legyen... ahol a bejövő interfész, mondjuk a LAN, és az mondjuk legyen eldobva, például minden ping csomagot, ami ICMP, az legyen eldobva. Ez azt mondom, hogy elkezdem pingetni a 888-at folyamatosan. Majd pedig ezt leöplájozom, akkor elvileg meg kéne szakadnia. Így is van. És itt már el kell, tehát elkezd számolni, hogy már kettőt eldobott. Igen. Jó, advanced, és azt mondom, hogy extránál lehet olyat csinálni, hogy azt mondom, hogy itt igen, extra limit, és azt mondom, hogy másodpercenként, amit engedek, az hát mennyi legyen, mondjuk 4. Erre most nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy fog akkor működni. Ja, nem is. Tehát azt mondom, hogy engedem, tehát a drop szabályomat módosítom engedőre, viszont másodpercenként én csak 4-et fogok engedni. Jó, mondjuk másodpercen, akkor csak legyen 1. Ezzel negálni lehet. Vagy percenként engedek mondjuk mennyit, mondjuk legyen 30, és akkor azt elosztja, úgyhogy lehet, hogy itt látni is fogunk valamit. Aha. Sőt, azt hiszem, ezt nem is időarányosan osztja el. Úgyhogy lehet, hogy ezt lejjebb kell vegyem. Mondjuk 5-re. Jó, mire gyere, már nem nagyon emlékszem. De ezzel itt lehet játszadozni. Jó.
Na, aztán mi az, ami még érdekes lehet nekünk? Gyakorlatilag a DHCP szervernél mondjuk meg tudjuk itt nézni, hogy milyen ügyfelek vannak ők, vagyis kliensek, és ők milyen MAC adresszel csatlakoznak, klient ID, melyik scope-ból kapnak, mi a hostnak a neve, illetve a lejárat. Ugye ezeket itt jobb egér gombbal lehet törölni, illetve statikus bejegyzést készíteni hozzá. Akkor ezen túl mindig azt fogja megkapni. Hát jó. Na hát most hirtelen ennyi jutott eszembe, de láthatjuk azt, hogy mostantól kezdve akkor kliensek tudnak az ETH 4-en és ETH 5-ön csatlakozni. Úgyhogy ezek után szerintem a következő videóban akkor majd előveszem a Unify-okat, és akkor elkezdjük azokat beállítani, illetve megnézzük, hogy hogyan lehet őket befrissíteni. Úgyhogy addig is sziasztok!